A Timac Agro fiziós tart mikrogranulátumot számos termelő használja hazánkban. A termék kedvező hatásait a gazdák tapasztalatain keresztül szeretnénk bemutatni, ezért ellátogatunk Tiszavasváriba egy precíziós és öntözéses mezőgazdasági technológiát alkalmazó termelőhöz. Hogyan találkozott a termékkel? Az a termékkel, hogy 3 éve ismerkedtem meg, amikor a helyi Timacos képviselők egyébként is jó kapcsolatot ápolunk, és egyéb termékekről beszélgettünk, akkor jött szóba, hogy nekik is lesz egy ilyen termékük, egy ilyen mikrostarter, és akkor döntöttem el, hogy a már eddig is használt mellett az ő termékükt is ki fogjuk próbálni. Mit tapasztalt a fiziostart használatakor? A tapasztalatunk főleg az volt, hogy eléggé egyöntetűvé vált a kelés, és egy-két nappal hamarabb, mint a kontroll csíkoknál. Hát én úgy gondolom, hogy mindenképpen érdemes, mert a kezdeti kiegyenlítettséget azt a későbbiekben már nem lehet pótolni, és emiatt a termés átlagokban jelentkező különbséget ezt csak az elején lehet így biztosítani. Hogyan értékeli a fiziostart kijuttathatóságát és kezelhetőségét? Hát egyértelműen pozitív véleményem van a termékről. Az eddig használt 3-4 fajta termékhez képest abszolút jól kezelhető. Bármilyen kijuttató szerkezettel, beleértve a mechanikusat is, beleértve az aktív vagy levegőszállításos rendszereket is, nagyon jól kijuttatható, nem tapad össze, nem görcsösödik, és nagyon jól dozírozható. Milyen kultúrában használta a terméket? Ebben a gazdálkodás évben hát elég szertágazó az a 400 hektárnak a vetés szerkezete. A hagyományos búza, árukukorica, repce, magas olajsavas napraforgó mellett termelünk zöldbabot, cukorrépát, csinálunk hibrid kukorica előállítást, illetve vannak még külön szülővonal előállítását is. Kinek és miért ajánlaná ezt a készítményt? Hát igazából nincs üzemmérethez kötve, ez inkább a gazdálkodási színvonalhoz lehetne inkább kötni, mert aki keres valami pluszt a gazdálkodásában, annak mindenképpen, tehát az intenzíven gazdálkodóknak, az újra fogékonyaknak mindenképpen ajánlanám.